Szervusztok, pajtik, sziasztok, gazdik! Reggel még a régi hóban folyt a játék, de délutánra, hál' Istennek, megjött a friss hó. Délután a friss havon sétáltak a kutyák. Remek egy nap, figyeljetek jól! Szakadó hóesésben indult a délutáni sétánk. Igaz, nem volt már túl korán, mert elmúlt 3 óra, amikor elindultunk, de nagy erőkkel kivonultunk a tóhoz. Megnézni, vannak-e még kacsák. Hát tudjátok, kacsák már nincsenek. Elmentek. Befagyott a tó. De a kutyáknak a játék így is jó volt. Kacsák híján így nekiindultunk egy hosszú-hosszú sétának. Messze mentünk, jó 4 kilométert megtettünk. Azt mondta a gazda, hogy mi munkakutyák vagyunk, nekünk ezt bírni kell. Hát tulajdonképpen mi ezt bírjuk is, sőt, egyenesen szeretjük. Játék is volt a menetelés közben bizony, nem is kevés, futkároztunk a friss hóba, kergettük is egymást, meg olyan más kutyás játékokat is játszottunk. Mire kijutottunk a gyorsforgalmi úthoz, addigra bizony már kezdett sötétedni. Ideje volt hazaindulni, megnézni, hogy mi is van a vacsoránkkal. A tónál már égtek a lámpák. A kutyák szeme is világított a sötétben. Se baj, megyünk haza, vár a vacsora. Hazaérve gyorsan behabzsoltuk, amink volt, és kezdődhetett a megérdemelt pihenés. Nos, így telt nekünk ez a mai napunk. Szervusztok, barátok, szervusztok, gazdik, mindenkinek jó éjszakát kívánunk!